A Rák Béla Kombó nevű zenekar 2004-ben alakult. Virtuóz gitárjátékon alapuló elegáns dallamos jazzt játszanak. A különböző irányzatok keverése mellett egyre inkább próbálják egyéni, saját hangzásvilágukat kialakítani. Az elmúlt időszakban számos hazai és külföldi felkérésük volt, játszottak fesztiválokon és klubokban, volt önálló és közös koncertjük más zenészekkel és zenekarokkal. Hogy raktad össze a mai szettet? Mi az, amit hallhattunk tőletek? Két részből állt. Az első felében megpróbáltam az újabb szerzeményeimet elővezetni. A második fel az pedig a régebbi műsorunkból egy ilyen swingesebb valami volt. Az új dalokról mit kell tudni? Ezek most születtek, karantén szerzemények? Részben igen, igen. Milyen megjelenésre, meg koncertre számíthatunk tőled az elkövetkezendő időszakra? Hogy készültök? Hát, ha jó Isten megsegít minket, mert most ugye ilyen felem más, tehát úgy néz ki, hogy júliusban két fellépésünk is lesz. Most, hát így a nagyon közeljövőről beszélek most. Aha. Egyrészt Békásmegyeren a Csobánka téren, tehát egy ilyen, illetve Újpesten az Up terasz helyen ugyanúgy ezzel a formációval fogunk fellépni. Aha, és megjelenésre, új dalra vagy lemezre mikor számíthatunk tőletek? Igazából szeretném még összefésülni ezt az anyagot, már ezt a kísérletezőbbet, és hát én örülnék neki, hogyha valaki ebben látna fantáziát, kiadná, illetve kicsit alánk nyúlna, menedzselne, stb., mert ez nagyon nehézkes nekem mindent csinálni egyszerre, és még gitározni is kellene. Na hát akkor itt az alkalom, hogy ezt közhírét tegyük. Most fel fogok tenni neked pár olyan kérdést, amit mindenkinek fölteszek itt a vasárnapi iskolába, és első blikre, amit gondolsz, nyugodtan válaszol, nem kell túlagyalni. Melyik a kedvenc magyar zenekarod momentán, és miért? Hát igazából most erre megint nem tudok, mert én mindenevő vagyok, és nagyon sok van. Na, de egyet emeljék ki, ami az utóbbi időben. Gyerekkor utóbbi időben? Vagy bármit. Hát én régen gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam LGT-t. LGT. Aha. Erre is vonatkozik a következő kérdés, hogy melyik a kedvenc magyar dalod, és miért? Kedvenc magyar dalom. Hát a másik kedvenc zenekarom a Sirius volt. Mm. Hát ezek régiek, tudom. De ez teljesen rendben van. Itt pont ez a jó, hogy megmutatkozik mindenkinek az ízlése. Igen, tehát én ha magyarok, akkor ezeken a zenekarokon nőttem föl. És itt is a következő, hogy van olyan magyar frontember, vagy zenekari életpálya, akire mondjuk példaként tekintesz? Igen, hát a más példakép igazából megint olyan, hogy nagyon sok mindenkire különböző okokból tekintek példaképként. Tehát fantasztikus, amit ugye elértek olyan zenekarok, mint az LGT, a Piramis, bármelyik, akár a Neoton Família, tehát fantasztikus. Ugyanakkor, mint jazzgitáros, nagyon szeretem, tisztelem Czoller Attilát, aki Pat Metininek a tanára volt, Szabó Gábort, szintén, tehát ő meg a Carlos Santanának volt a tanára, Orszácki Miklós vagy Jackit. Igen. Úgyhogy ők is fantasztikus karriereket futottak be. Tervezel-e menni valamilyen más előadónak a koncertjére idén? Igen, tavaly is voltunk egyrészt Whitesnake-en, Lordon, és idén is szeretnék minden, de ez megint olyan, hogy volt jegyünk Aerosmith-re, de ugye áttették jövő évre. Tehát igazából megint, sokat mondom, hogy igazából, de megint olyan, hogyha ugye az égiek megengedik, hogy lesz, akkor minél több helyre szeretnék eljutni. Tehát akkor szeretsz koncertekre járni. Igen, hogyne. És az Aerosmith-hoz meg lesz jövőre, igaz? Remélem, igen. De igazából minden meg lesz, csak tolódott egy picit. Így van, egy picit várni kell. Élni kell olyan sokáig. Van-e kedvenc mottód, idézeted vagy dalrészleted? Nem tudom. Nincs ilyen, amit kiemelni. És mondj egy olyan dolgot, amit interjúban sose kérdeztek meg tőled, de szeretnéd elmondani. Van-e valami ilyesmi? Csak annyit szeretnék így magamról, hogy engem úgy a zene általában érdekel. Tehát a könnyű zene, komoly zene, népzene,
És a komoly zenén belül is mindenféle, de a könnyű zenén, hát nem könnyű egyébként, csak így hívják, de, de szóval a rocktól keresztül a jazz zen át minden, minden érdekel. Tehát én ebből szeretnék összegyúrni mindenféle dolgot, amiből remélhetőleg jó sül ki, és tehát nem egy kaotikus valami, hanem egy élvezhető, értékes valamit szeretnék ebből létrehozni. És ez lesz a te egyedi hangzásvilágod. Úgy legyen. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltál ma velünk. Én köszönöm a meghívást és az interjút. Szeretettel köszöntünk mindenkit innen az A38-as hajó színpadáról. Mi vagyunk a Rák Béla Kombó. Műsorunk első felében egy kísérletezőbb jellegű programot szeretnénk bemutatni nektek. Talán úgy tudnám legjobban összefoglalni, hogy a kortárs hangzásokat ötvözzük a kelet-európai lélekkel, illetve a nyugati kifejezés formával. Majd pedig a műsor második felében visszatérünk a régebbi műsorunkhoz. Hallgassátok szeretettel!
És most szeretném még színpadra szólítani Mak Andrist, mert a műsorunk második felében visszatérnénk a régi számokhoz. A következő dalunk címe 8-as vágány blues, aminek az a története, hogy amikor még a Bécsi Zeneakadémiára jártam, akkor a keleti pályaudvaron mindig a 8-as vágányról indult a vonat, és édesapám javaslatára ez lett a dalunk címe. Illetve utána még édesapámnak két régebbi szerzeményét is előadjuk. Hadd mutassam be a zenekart. Tehát akkor Mak Andris gitár, Kaboldi Andris basszusgitár, Szikora Balázs dobok, és engem Rák Bélának hívnak. Várni rád, még az ember vár.
jó jön pár pohár, swinget jár a hold sugár. Annyi hosszú év után, nem tudom mi vár még rám. A város alszik már, de itt van még a bár, swinget jár a hold sugár. Néha napján, hogyha este egyedül vagyok, mámorító, ringató, a swinget hallgató. Annyi hosszú év után, nem tudom mi vár még rám, de múlik a sötét, és felderül az ég, swinget jár a hold sugár. Gyere, Andris! Hogyha este egyedül vagyok, mámorító, ringató, a swinget hallgató. Annyi hosszú év után, nem tudom mi vár még rám, de múlik a sötét, s felderül az ég, a swinget jár a hold sugár. Befejezésül velem vagy nélkülem. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Van-e szerelem a szíved mélyén? Nem sejthetem, ha van szerelem, miért vagy szívtelen? Szerelem a szíved mélyét árult el nekem, ha nincs szerelem, miért játszol velem? Lehet mindegy neked, kedvesem, akkor is megkérdezem, mondd meg végre, hogy legyen velem vagy nélkülem. Van a szerelem a szíved mélyén, rejtél nekem, ha van szerelem, miért vagy szívtelen? Van a szerelem a szíved mélyén,
is gitár, Kabold Jangdis basszus gitár és Szikora Balázs dobok, Rák Béla. Szervusztok!